It means I am is, this is mine, this is yours. This kind of tendency is among those people who are not well developed, whose mentality is narrow. Ez azt jelenti, hogy az enyém és a tied, ez olyan emberek jellemző gondolkodásmód, akik nem értek el még egy bizonyos fejlettségi szintet. Those whose mentality is noble and well developed, for them the whole earth is like one family. For those who are well developed, whose thinking is very wide, for them the whole earth is like one single family. És azoknak pedig, akik megfelelően fejlettek, ő számukra az egész világ egy nagy család. So we all belong to one single family, and this is now becoming clearer when we realize that how smart the world has become and how interdependent we are today. Egy nagy család vagyunk, és ez, ahogy a világ ilyen kicsivé válik, és a távolságok ennyire eltűnnek, ez egyre nyilvánvalóbbá válik mindannyiunk számára. Let me go back to my subject, body, mind and soul. And I will start with body. Visszatérve a témához, a test, az elme és a lélek. A testtel kezdeném. We all know what human body is. We are all embodied. This is our body. We all know, I think we understand what body is. Mindannyian tudjuk, mi a test, mindannyian értjük, hiszen mindannyian megtestesültünk. Then why am I here to talk about what? Since we all know what body is. Akkor miért vagyok itt, miről is kéne beszélnem, ha mind tudjuk, hogy mi a test? Let's go back a little bit in time in our own lives and think how we were born. Menjünk vissza egy kicsit az időben, és gondoljuk végig azt, hogy hogyan születtünk. At the time of our conception, the small particle of semen developed into a fetus, and then the fetus gradually grew and became a child. The child was born, and then slowly we grew. A fogantatás pillanatában egyetlen sejt vagyunk, ami egy kicsi gyermeknek a testévé növekszik. And then we slowly grow from childhood to youth, from youth to maturity, from maturity to old age. How this process happens, I think if we think it would look a little amazing. És azután pedig ebből a pici csecsemőből fiatal gyermekké, azután felnőtt emberré, majd idős emberré válunk. Ez egy eléggé elképesztő folyamat, hogyha végig gondoljuk, hogy mi történik. And when one day we all die, what happens to our body? The body cannot sustain itself. It decomposes within a few hours. És azután pedig mi történik, amikor végül is meghalunk, a test nem tudja fenntartani magát még egy rövid ideig sem, hanem feloszlik az alkotó elemeire. So we have to think how a small particle of semen converted into a human body, and how the human body completely decomposes when something leaves the body. Ezen elmélkedjünk el egy kicsit, hogy ez az egyetlen sejt hogyan válik egy emberi testé, azután pedig ez az emberi test hogyan oszlik fel teljesen alkotó elemeire. But before I come back to this topic, let me explain two Sanskrit words. They are called sat and asat. Mielőtt folytatnánk ezt a gondolatmenetet, azelőtt egy szanszkrit verssel folytatnánk. Sat means something which is eternal, which is not subject to change, which exists, which is permanent. A sat az örökké valót jelenti, ami nincs kitéve a változásnak, ami állandó. And asat means exactly the opposite,
The thing which is not permanent, which is subject to change, which is subject to decay, which is subject to death. Asat pedig éppen az ellenkezőjét jelenti, ami nem állandó, ami ki van téve a változásnak, az elmúlásnak, a halálnak. Now let's take a few examples. For example, this water bottle. Nézzünk egy példát, például ezt a üvegvizet. You keep it like this, don't do anything. After a while it will decay, it will get destroyed. It may take 10 years, 20 years, but it will get destroyed. Ha semmi, nem is csinálok vele, akkor is 10 vagy 20 év múlva, vagy még több idő alatt ez teljesen megszűnik, elromlik. So this is called asat. Ezt hívják asatnak. Now you will ask me a question, if by this example everything is asat. With this example, this table is also asat. Everything which you see is asat. Minden, amit látunk a világban, asat, ilyen természetű. Yes, it is true, whatever you see, whatever you smell is all asat. Ez igaz, hogy bármi, amit megláthatunk, bármi, amit megszagolhatunk, az asat. But it doesn't mean that it does not exist. It exists. But it is subject to the laws of decay and destruction. De ez nem azt jelenti, hogy ezek nem létező dolgok, ez csak annyit jelenti, hogy ki van téve az elmúlás, a pusztulás törvényének. Similarly, the human body is also subject to the laws of decay and destruction and eventual death. Ugyanígy van kitéve az emberi test is a rombolás és az elmúlás törvényének. So the human body is also asat. Az emberi test is asat. Now what is sat? Is there anything which is sat, which exists forever, unchanged, unaltered? Most mi a sat? Létezik-e egyáltalán valami, ami nem változik, ami nincs kitéve az elmúlásnak? We'll come back to that at later part of my talk. Erre vissza fogunk térni. But let's now talk about the human body. De beszéljünk most az emberi testről. Now body is a very large and comparatively the largest part of human constitution, as I call it. Az emberi test az egy nagy, a legnagyobb része az ember összetevőinek. And it's an amazing mechanism, which is perhaps the most fascinating and most complex mechanism we can see in this universe. Ez egy elképesztő gépezet, egy lehet, hogy a legösszetettebb, vagy a legérdekesebb gépezet, amit ebben az egész világban láthatunk. The trillions of cells in our body, millions of die every second and millions are recreated every second. Több milliárd sejtből áll a test, és milliók pusztulnak el minden másodpercben, és milliók teremtetnek. I have some doctors here, they will confirm that every few months the whole body is reconstituted. Van itt néhány orvos, aki ezt megerősítheti, hogy néhány havonta az emberi test az újra teremtődik. If the body is reconstituted, how the Gauri Shankar remains Gauri Shankar and full of sandor remains full of sandor throughout his life? Hogyha a test mindig újra teremtődik, hogyan marad Gauri Shankar ugyanaz a Gauri Shankar, és hogyan marad Fülöp Sándor ugyanaz a Fülöp Sándor mégis? For example, we destroy this building and reconstruct. This building is gone, it doesn't exist. New thing has come up. Hogyha leromboljuk ezt az épületet és újraépítjük, az nem ugyanaz az épület lesz, egy teljesen új dolog jön létre. But in our case, we retain everything, but we, from childhood we can recall everything, who are we, how it happens, though the body is completely redone. De a mi esetünkben fenntartunk mindent, és teljesen vissza tudunk menni egész gyerekkorunkig. Ez egy folytonos valami. Now, let me give you another example. If we all of us sleep in the night,
Most hadd menjek egy másik példát, mindannyian alszunk este. If you are in a state of deep sleep, the body doesn't exist, the world doesn't exist, nothing exists for you. A mély álom fázisában a tested nem létezik, és a világ nem létezik, semmi nem létezik számodra. Where does body go that time? Hova megy a test ilyenkor? In the state of dream, this world doesn't exist. You have created a new world in which you live. Az álom állapotában ez a világ nem létezik, hanem egy új világot teremtesz, amiben létezel. So what happens to this world? Where does it disappear? Hova tűnik ez a világ? Now these are some of the amazing questions which we rarely think about. Ez néhány olyan elképesztő kérdés, amit nagyon-nagyon ritkán teszünk fel magunknak. When we think little bit on these questions, we will find that this body which we are very proud of is the weakest part of human system. Hogyha egy kicsit jobban elgondolkodunk ezeken a kérdéseken, akkor arra fogunk rájönni, hogy ez a test, amire oly büszkék vagyunk, ez az emberi létezésnek a leggyengébb láncszeme. This big large body is controlled by your five senses of perception and five senses of action. Imagine if you don't have those ten, this body is like a vegetable. Ezt a testet az érzékelés öt szerve és a cselekvés öt szerve tartja fent. Hogyha nem lennének ezek a szervek, akkor ugyanolyan lenne ez a test is, mint egy zöldség. So this huge big body is controlled by those small senses which form very very small part of our body. Ezt a nagy testet nagyon apró érzékek irányítják, amik fizikailag nézve egy nagyon pici részét alkotják csak ennek a testnek. But the senses which are visible outside, they are not actually senses, they are only the cover of the senses are very small inside them. A látható szerveink, azok tulajdonképpen nem is szervek, a tényleges érzékelés az nagyon apró pontokon keresztül történik. And the real senses exist in very very subtle form, they are not visible with human senses. És a valódi érzékelés olyan részeken keresztül történik, míg amelyek nagyon finomak, nem is láthatóak az emberi szem számára. And then think about senses. These senses don't work on their own. They are again controlled by some invisible thing in our body, in our constitution rather. Azután pedig gondoljunk ezekre az érzékszervekre, hogy ezek nem önmaguk által működnek, hanem egy bennünk lévő és nem látható erők irányítják ezt. The senses work only with your mind. It is the mind which controls each and every sense of your body. Az értékek csak az értelmed, az elméd által működnek. Az elméd az, ami az összes érzéket működteti a testedben. Your sense of hearing will not listen to me if your mind is not with me right now. A te hallásod az nem fog engem érteni, hogyha az elméd nincs vele. There are many things in this room, I will not see them unless my mind is there, though my eyes are always there. But unless my mind is there, I will not see them. Van nagyon sok minden ember a teremben, amit addig nem fogok látni, amíg az elmém nem nincsen vele. So it is the mind which sees, it is the mind which hears, it is the mind which smells. Az elme lát, az elme hall, és az elme szagol. And where does mind exist? És hol van az elmének a létezése? We don't know. Nobody knows. Nem tudjuk. Senki sem tudja. We presume that it is somewhere in the brain,
But brain is not mind, believe me. Mi azt hisszük, vagy úgy feltételezzük, hogy az elme az valahol az agyban van, de higgyetek nekem, hogy az elme az nem az agy. Like a sense is an instrument at the disposal of mind, brain is also an instrument at the disposal of mind. Ahogy az érzékek az elme rendelkezésére állnak, ugyanúgy áll az agy is az elme rendelkezésére. So the mind which is very subtle, which you cannot see, which you cannot hear, which you cannot smell, controls your huge big body. Az elme, ami egy nagyon finom dolog, ezt nem láthatod és nem érzékelheted, az tartja ellenőrzés alatt ezt a nagy tested. The mind can make you happy in a second. It can make you cry in a second. Az elme az egy másodperc alatt boldoggá tud tenni téged, és az elme az ez egy pillanat alatt sírásra is késztethet téged. It can fill you with the emotions of love, and it can also fill you with the emotions of hatred. Feltölthet a szeretet érzésével, és feltölthet a gyűlöletnek az érzésével is. But I'm not talking about mind right now. I'm confining myself to body first. Most még nem az elméről beszélek, maradjunk csak a testnél. So what I was coming to is that the things which are gross, big, visible, they are not necessarily important. In fact, they are less important than the things which are not visible, which are not sensible. Azok az dolgok, amik anyagiak, láthatóak és nagyok, azok kevésbé fontosak, mint azok a dolgok, amik nem láthatóak és nem anyagiak. Let me give you another example to explain this. Hadd hozzak fel még egy példát ennek a magyarázatára. Food is very essential for all of us to eat to sustain ourselves. Az étel nagyon fontos mindannyiunk számára, hogy együnk és ezáltal tartsuk fent a testünket. And food is gross, visible, touchable. Az étel az anyagi, megfogható és látható. But if you think little more, the water is more important than food. Without food maybe you can live for a few days, but without water not many days. De ha belegondolunk, a víz az még fontosabb a szilárd ételnél is. Szilárd étel nélkül nagyon sok napig még életbe tudunk maradni, víz nélkül néhány napnál tovább ez nem megy. And water is less solid than food. És a víz az kevésbé szilárd, mint az étel. But if you think little more, I think the air which is not visible, it is even more important for us than the food and water. Ha egy picit tovább gondoljuk, a levegő, ami még csak nem is látható számunkra, az még sokkal fontosabb a víznél is. How many minutes can we live without air? Hány percig tudtok levegő nélkül létezni? You see this air in all this space which we are breathing in and out. Ez a levegő, ez kitölti a teret, amit be is kilélezünk. So the thinner or more subtle the substance becomes, the more powerful it is. Minél finomabb, minél kevésbé érzékelhető egy dolog, annál fontosabbá válik. So this body is not that powerful as we think it to be. We try to decorate it, we try to put in best clothing, we try to put great makeup, we try to do a lot of things with the body, but don't think it is all powerful, all that powerful. A test az nem annyira erőteljes, nem olyan hatalmas, mint gondoljuk. Próbáljuk szépé tenni, felveszünk egy szép sminket, vagy kidekoráljuk, de ez egyáltalán nem olyan erős, mint amilyennek látszik. Moreover, it is subject to decay, it is asat. You see, slowly, slowly we age every day. You have no control over it. Nobody has control. You age, you have to age. This is asat. This is subject to time, the vagaries of time. Ki van téve az elmúlásnak a test, asat.
minden nap öregszünk, és senki nem tehet semmit az ellen, hogy minden nap öregszik. Ez egy olyan folyamat, ami fölött nincsen ellenőrzésünk. So now what is human body? Let's come back to this question. Hol van az emberi test? Térjünk vissza ehhez a kérdéshez. Let's take example of a small seed, which you put in the earth and which grows into a large, big tree. Vegyük egy kicsi magnak a példáját, amit elültetünk a földbe, és egy hatalmas nagy fává növekszik. How it becomes large? You see, you do, I'm sure some of you are in, working in the farms. You cultivate, you put small seeds in the farm. And every year you cultivate thousands of tons. Still, it keeps giving you. From where it comes from? Hogyan válik ez nagyjá? Egész biztos vagyok benne, hogy sokan közületek dolgoznak azzal, hogy növényeket nevelnek, évről évre növekszik. Hogyan lehetséges ez? Hogy működik ez az egész? Isn't it a magic that with one seed you harvest a crop of 1 ton or maybe 5 kilo or 10 kilo? How it happens? It's a magical thing, isn't it? Nem egy csoda ez, hogy egy apró magocskából lehet, hogy 5 vagy 10 kiló termést be tudsz takarítani egy idő után. This has been explained in the ancient Indian writings in a very graphic and very scientific manner. Ezeket a dolgokat az ősi indiai szentírásokban megmagyarázták egy nagyon képi és nagyon érthető módon. The entire nature, the physical nature, I'm talking about the surroundings we have, in which we are living. The entire physical nature, consisting of 5 basic elements, has been created by the Creator. Az egész fizikai természet, amiben élünk, az, amit 5 elem alkot, ezt a fizikai természetet a Teremtő hozta létre. The first element which is created, which is the most subtle and most powerful of all age, called, you can call it ether or space. In Sanskrit it is called akash or antriksh. A legelső, a legfinomabb, ami az alapja az egésznek, amit akashnak hívnak, vagy éternek, vagy űrnek is hívhatjuk. All the space which is between you and me, between anywhere, this is part of that space which has been created to create this universe. Minden tér, ami létezik közted és közöttem, bárhol, ahol mozgunk, ez ezzel az univerzummal teremtetett. And this space, I will explain you later on, is the most powerful element in this universe. Ez a tér a legerőteljesebb eleme ennek az univerzumnak, ennek a világegyetemnek. From the space, the second creation is that of air. It is from the movement in the space the air has been created. Air. Az űr után a második dolog, ami teremtetett, a levegő. Ez a következő lépés. Space has the property of sound, air has the property of touch plus sound, because it comes from a space which has the property of sound, so it takes that property plus it has its own property of touch. Az űrben még csak a hang létezik, a hangot birtokolja az űr. Ha egyel tovább lépünk a levegő, már a hangot is birtokolja, és az érintést is birtokolja. So you feel when the air moves, you feel the touch on your body. It is because of that. A levegő mozgását már érzékelheted. Ez ezáltal van, ez kapcsolatba lép a testeddel. And air is less subtle than space. You can feel it. Space you cannot. A levegő kevésbé finom, és jobban érzékelhető, mint a tér, mint az űr maga. And the third element which has been created from the air is fire. And sun is the visible symbol of fire, but not fire. A harmadik elem,
ami teremtetett a levegő után, az a tűz. A nap a tűznek a szimbóluma, de nem ő maga a tűz. Fire arose because of the friction in the air. It was created because of the friction in the air. A tűz a levegőnek az ütközése által jött létre. And fire is still less subtle because you can see fire, you can touch fire, you can even smell fire through the smoke. A tűz az még kevésbé finom, mint a levegő. A tüzet már lehet látni is, sőt szaglásunkkal is érzékeljük, nem csak megérinthetjük vagy hallhatjuk. And fire has the property of sight and heat. A tűznek, a tűz birtokában van a látás és a melegség. And from fire was created water, and from water was created earth. A tűzből teremtetett a víz, és a vízből a föld. And this is what the modern science also says, that one stage the earth was a big ball of fire, and then it froze, converted into water, and then it became earth. Ugyanezt mondja ma már a tudomány is, hogy először tűzként létezett, ami kihűlt, és azután jelent meg a víz és a föld. But why I'm talking about this, I was talking about human body, not about something else. Miért beszélek ezekről a dolgokról, amikor tulajdonképpen a testről kellene beszélnem? You see, the human body is reflection of these five elements. Az emberi test ennek az öt alapelemnek a visszatükröződése, a megnyilvánulása. It is made of these five elements. Ebből az öt alkotó elemből áll. Our five senses are made of these five elements. Az öt érzékünk ebből az öt elemből áll össze. When we die, the body, whether you burn it or you bury it, the air goes into air, water goes into water, earth goes into earth, fire goes into fire, space remains, we become part of the space. A test, amikor meghal, akár eltemetik, akár elhamvasztják, alkotó elemeire bomlik szét. A víz a vízhez tér vissza, a földhöz tér vissza, a tűzhöz tér vissza, és a térben megmarad a tér. And the five senses, the sense of hearing is connected to the space. The sense of touch is connected to air. The sense of sight is connected to fire. The sense of taste is connected to water. And the sense of smell is connected to earth. These are the five properties which we inherit from these five elements of the physical nature. Az öt érzékelés az öt alap elemhez kapcsolódik, a tűz a látáshoz kapcsolódik, a tapintás a vízhez kapcsolódik, a levegőhez kapcsolódik. And you, yeah, the hearing is connected to space. A hallás a térhez kapcsolódik. Touch is connected to air. Az érintés a levegőhöz kapcsolódik. Sight is connected to fire. A látás a tűzhöz kapcsolódik. Tongue, the taste is connected to water. Az ízlelés a vízhez kapcsolódik. Smell to earth. És a szaglás a földhöz kapcsolódik. And all the tastes which you get, they come from earth, from water. All the smell you get, they come from the earth. All the you can see when there's light, when there's no light, your visibility goes down, down, down. Minden, if there's no light, you can't see at all. Minden látás a tűzhöz kapcsolódik, minden ízlelés a vízhez kapcsolódik, minden szaglás a földhöz kapcsolódik. So what I wanted to say is that the human body, which we are talking about, is a reflection of the nature, in fact, of the universe itself.
amit akarok mondani, az az, hogy az öt elemből álló test, ez a világegyetemnek a visszatükröződése. We represent the universe. All the five elements which constitute this universe are within us. Mi képviseljük a világegyetemet, mindez az öt alapelem, ez bennünk van. So this is about the body I was talking about, how we are connected. A testről beszéltem, és arról, hogy hogyan vagyunk összekötve. And you see the connection is also direct. When we breathe, take in and out, we are connected to the rest of the universe. És látjuk azt, hogy ez egy nagyon direkt kapcsolat. Amikor levegőt veszünk és kifújjuk, akkor kapcsolódunk a világegyetemhez ezáltal. So we are one single family. Ilyen módon vagyunk mi egy családnak a tagjai. We are all made of the same five elements. Ugyanabból az öt elemből. Our shapes and size and color may be different. Lehet, hogy az alakunk vagy a színünk különböző. So this is the human body, and as I told you, the body is asat and it is subject to the vagaries of time. We all grow and all grow old and all die. Ez az emberi test asat, ami ki van téve az idő törvényének. Felnövünk és öregszünk, végül pedig eltávozunk. Now let us move a little bit to the mind, what mind is. Akkor most egy kicsit térjünk át az elmére. Mi az elme? How much time I have? Mennyi időm van? Okay, let's move to the mind now. There is no time. For you is no time. Thank you. You see, the mind is the only part of the human constitution which can go back in time. Nothing else can go back in time. Az elme az az emberi létesítménynek az egyetlen alkotó eleme, ami az időben hátrafele is tud haladni. Mind is also, as I explained before, controls your senses and through senses your entire body. Az, ahogy korábban említettem, az elme az uralja az érzékeinket is, és az érzékeink által az egész testünket. And mind is the fastest traveling thing in this universe. Az elme az a dolog, ami ebben a világegyetemben a leggyorsabban tud utazni. You can go to the moon and the Mars and Washington and London in fraction of a second. Egy másodperc töredéke alatt el tudunk menni a Holdra, a Marsra, vagy Washingtonba, a Londonba. You can go back to your childhood in a fraction of a second, and you can also imagine yourself in your old age. Vissza tudunk a gyerekkorunkhoz térni egy másodperc töredéke alatt, vagy el tudjuk képzelni magunkat időskorunkban. Mind is also a mirror of yourself. Az elme a te magadnak egy tükre is valójában. It is not only gives you the thought, but it records those thoughts, and it is a witness to those thoughts. Ez nem csak gondolatokat alkot, hanem gondolatokat fogad és gondolatokat megfigyel is. What you do, why you are doing, what is your intention, what you want to achieve, it's all your mind knows everything about that. Mit teszel, miért teszel, mi a célod, mit akarsz elérni, ez mind az elme, az elmének az alkotása. A thief goes to the judge and says, I didn't do anything. And there's no proof to prove it, so he is absolved. But inside his mind, he knows that he did it. A tolvaj odaáll a bíró elé, azt mondja, hogy nem követtem el semmit, de ő az ő elméjében tudja, hogy elkövette. So you can hide nothing from your mind. This is the only part of the human constitution which provides you the mirror and also a witness from which you cannot hide anything.
az elme az, ami a tükröt bocsátja eléd. Ez egy olyan tükör, ami elől nem tudsz elrejteni semmit, és ugyanakkor pedig megfigyel mindent. So mind is very, very powerful. It is not all powerful, but it is very powerful. Az elme egy nagyon erőteljes eszköz. Nincs korlátlan hatalma, de nagyon erős. But as I told you, it is also very volatile. It is like waves in the ocean, keeps moving, you know, like from one end to another end, you don't know where it stops and how can you stop it. De ugyanakkor nagyon sebezhető is, és nagyon ki van téve a mozgásoknak, olyan, mint a tenger, amit a hullámok cibálnak, nem tudod, hogy hova fog kerülni a következő percben. You go to a shopping center, you find a nice camera, then somebody says nice cell phone, he says a new computer, a very nice cloth, a jewelry, you know, a new watch, and God knows many things, and your mind keeps slipping from one to another. It's like a flow. Elmész egy üzletben, látsz egy nagyon jó komputer, egy szép órát, vagy egy ékszert, és így folyamatosan foglalkoztatva van az elmény. And as I told you, night, when you dream, it is capable of creating a world of its own. It does create a world of its own and takes you in that world. That is the power of mind. Amikor pedig alszol, képes egy teljesen önálló világot teremteni, és el is visz téged ebbe a világba. Ez az elmének a hatalma. So given this kind of power of mind, and the volatility, it's what you call, it is never still, it's always volatile. You have to somehow control the mind, the volatility of mind has to be controlled. Otherwise, you will remain in constant stress, in constant condition of restlessness. Megkapta ezt a nagy erőt az elme, ugyanakkor viszont állandó a mozgásban van, egy állandó nyugtalanság jellemzi, meg kell próbálnunk úrrá lennünk ezen a folyamatos állandó mozgásán az elmének. It can be the biggest source of your discomfort, your pain, your unhappiness because of this slippery nature of the mind which moves from one place to another making you unhappy all the time. Ez a folyamatos mozgása, ez a folyamatos fékezhetetlensége az elmének, ez a szomorúságnak, a fájdalomnak is a forrása lehet. Imagine somebody doesn't desire anything, he goes to a big shopping mall, I don't care what is there. His mind would be still, he would be cool, calm, he's not bothered. What is around him? Képzelj el valakit, aki bemegy egy ilyen nagy bevásárló központba, és nem foglalkozik semmivel, az ő elméje nyugodt és mozdulatlan, nem zavarja meg semmi. He is not restless, he is not stressed. Nem nyugtalan, és nem jellemzi őt a feszültség. So there is an instrument within the mind, a higher layer of mind, which is called intellect, which tries to control the mind, the volatility of the mind. Van egy szintje az elmének, ami az elmén belül található, amit intellektusnak hívunk. Ez próbálja meg kontrollálni a sebezhetőségét az elmének. This is an inbuilt mechanism in our human system. Ez egy beépített mechanizmus az emberi rendszerünkben. When we feel tempted, for example, to eat sweets, and you have diabetes, your intellect will tell your mind, don't think about this, this is not good for me, don't do it. Jön egy kísértés, hogy édességet tegyek, de cukorbeteg vagyok, akkor az intellektus úrrá lesz ezen, azt mondja, ne tedd meg ezt, mert ez neked nem lehet megtenni. You go in a shopping mall, you find a beautiful diamond ring, and you say, let me take it away.
and you want to take it away, and then you say no, you would be caught. This is against the law. Your intellect will tell you don't do it. Elmész a bevásárló központba, meglátsz egy nagyon szép gyémánt, pénzszert, el akarod, nagyon erősen el akarnád vinni magaddal, de közben lép az intellektus, és azt mondja, hogy nem, ezt ne tedd meg. So there is a constant struggle, constant interaction, constant fight between the mind and the intellect every second of our existence. Van egy állandó kapcsolat, egy állandó húzavona, egy küzdelem az elménk és az intellektusunk között minden percben. But you see, the intellect is also physical like mind is. Láthatjuk azt, hogy az intellektus ugyanúgy, ahogy az elme, egy fizikai létező dolog. They are asat. Ők is. Mind and asat. Intellect is also asat. Az elme és az intellektus, ez még mindig asat. Why? Because though they are not visible, you see, but they are still physical. They are very subtle physical existence. Miért? Annak ellenére, hogy ők nem láthatóak, ők még mindig fizikai létezők, egy nagyon finom fizikai létező. You see a child, his mind and intellect is not grown, it grows with age, with maturity. Látsz egy gyermeket, az ő elméje és az ő intellektusa még nincs kifejlődve. Úgy fog ez kifejlődni és növekedni, ahogy éretté válik. So anything which grows cannot be eternal and permanent. It has to also decay. Bármi, ami növekszik, az nem lehet örökkévaló. Ugyanúgy ki van térve a csökkenésnek, az elmúlásnak is. So the mind and intellect grows with time, with experience, with observations. You learn new things. You go to school, you learn. You go to a laboratory, you learn. You meet your friends, you talk to them, you learn. So it's a process. It grows slowly, slowly. Az elme, az intellektus, az növekszik és fejlődik a tapasztalataink által, a kapcsolataink által, a megfigyelésünk által, a tanulás által. And therefore they are not perfect. They cannot provide answer to all the questions we face in our life. Ezáltal nem tökéletesek, nem tudják megadni a megfelelő választ azokra a kérdésekre, amikkel az életben találkozunk. Because every given time they are yet to grow. So they are not perfect, they have not reached the state of perfection. They never will. Mindig növekvésben, fejlődésben vannak, nem érték el azt a szintet, amit tökéletességnek nevezhetünk. So we land up in a situation called dilemma every day in our life. Every single day, each one of us faces a dilemma. What I should do, what I should not do. Így minden nap dilemmában fogjuk találni magunkat, olyan helyzetekben, amikor el kell döntenünk, mi a helyes, mi nem helyes, mit tegyek, mit ne tegyek. I suppose I'm right, I hope everybody faces some dilemmas every day in life. Remélem, hogy igazam van, hogy ez igaz, hogy mindannyiunknak szembesülni kell minden nap dilemmákkal, kérdésekkel az életünkben. So, we were talking about mind. The second layer of mind is intellect, which is again a physical thing and not allow you to give you answers to all the questions. Then what could be the next layer? What is the next state? Where we can find answers? Most az elméről beszéltünk, és annak egy magasabb rétegéről, az intellektusról, amiről megállapítottuk, hogy ezek még mindig nem tökéletes eszközök. Nem rendelkeznek tökéletességgel, hol találhatjuk meg hát a válaszokat a kérdéseinkre. There is another layer of human mind, which is called, in Sanskrit it is called chit. Van még egy rétege, még egy alkotója az elmének, amit Sanskritben úgy hívnak chit. It is connected to the human soul. I'm not talking about soul right now, I'll talk in a little while. But it is connected to the human soul. And it is closest part of the human physical existence, closest to the soul.
ez kapcsolatban van a lélekkel és az emberi lény alkotó elemei közül ez áll legközelebb a lélekhez. A lélekről még nem beszéltünk, fogunk később arról is beszélni. When you are in a state of dilemma, sometimes you get an inner voice from yourself saying, forget about all this, I will do this, this is what I should do. And you do this, where this voice comes from? Néha, amikor kérdésekben, dilemmában őrlődünk, kaphatunk egy hangot belülről, ami azt mondja, tedd ezt, és nem foglalkozol akkor semmi mással. Honnan jön ez a hang? And this voice comes from your chit, from the layer of human soul, which is connected to the physical body. Ez a gondolat, ez a chitből jön, abból a rétegből, ami a lélekhez kapcsolódik. Now, let me talk one more characteristic of mind before I move to the soul. Hadd beszéljek az még egy tulajdonságáról, az elmének, mielőtt a lélekre tovább lépünk. According to the ancient Vedic writings, Maya and mind, they come from the same energy of the Almighty. Az ősi szentírások szerint a Maya, az illúzió és az elme ugyanabból az energiából származnak. Maya is not actually illusion. Maya is the one which leads to illusion. A Maya az tulajdonképpen nem illúzió, ahogy én mondtam a fordításban, hanem az a dolog, ami az illúzióhoz vezet minket. But that is a very long topic. I won't go into the subject of Maya right now. I'll just give you one small example to explain what it is. De ebben most nem megyek bele, mert a Maya az maga egy nagyon nagy téma, amiről lehetne nagyon sokat beszélni. Hadd vessek föl csak egyetlen példát, hogy szemléltessem ezt. You see, in the darkness of night, if there is a rogue lying somewhere, somebody might immediately take it as a snake and feel it's a snake and get frightened. Hogyha a sötétben látunk egy felcsavart kötelet, lesznek közöttünk olyanok, akik azt mondják, hogy azt fogják hinni, hogy ez egy kígyó, és félni fognak a kígyótól. But when the light appears, you realize this is not snake, it's a rope. De amikor feljön a nap, amikor fény van, akkor látszik, hogy ez nem egy kígyó, hanem egy kötél. So there was no snake, there was a rope. Nem volt kígyó, csak egy kötél volt. The illusion arose because of the darkness. Az illúziót a sötétség hívta életre. So the Maya is a darkness, it's a cover of darkness over our knowledge, over the true knowledge. And that keeps us under illusion all the time. A Maya az olyan, mint a sötétségnek egy takarója, mint egy ponyva, ami tudatlanságban tartja az elménket. So the mind and Maya are connected. The mind has a tendency to go towards Maya. Az elme és a Maya összekapcsolódnak. Az elmében megvan az a késztetés, hogy a Maya fele haladjon. Maya exists in variety of forms in this world, in the form of wealth, in the form of clothing, in the form of beauty, in the form of knowledge, in variety of forms. Maya exists everywhere in this world. A Maya mindenhol él ebben a világban, úgy, mint a zöldözködés, vagy a... Like you want to have a new model of the car. Egy olyan vágy, hogy egy jobb automodellt szeretném megvásárolni. This is Maya. You want to have every day a different variety of clothes. This is part of Maya. Minden másfajta öltözködést akarunk. Ez mind a Mayának a megnyilvánulása. Or you want to, for example, travel around the world every day to a new destination. That's part of the Maya. Play of Maya. Körbe akarod utazni a világot. Minden nap új helyre akarsz eljutni. Ez is a Mayának a működése. So these creations of Maya, they attract human mind, and human mind goes towards them. Let me get a new car, let me get a new cell phone,
let me go to this destination to visit, let me acquire this new beautiful dress, let me, you know, get 5 houses, things like that. A mája teremtményei vonzerőt gyakorolnak az emberi értelemre. Legyen egy új mobiltelefonom, vagy egy új autóm, menjek el egy új helyre, tapasztaljak meg újfajta dolgokat. And then with this kind of temptations, the mind forces you to work towards achieving those objectives. Ezeken a kísértéseken keresztül arra kényszerít téged, az elme által, hogy dolgozz ezekért az eredményekért. So the mind is an instrument which also keeps you aligned in this world, also keeps you attached to things. Az elme ezáltal olyan eszközé válik, ami által ide vagy kötözve ehhez a világhoz. Now let us move a little further. Something called Saul, and I presume that you don't believe there's anything called Saul which exists. I think you should tell me that it doesn't exist. Most lépjünk tovább egy következő dologhoz, a lélek. Mondjuk azt, hogy én most feltételezem, hogy ti nem hisztek egyáltalán, hogy létezik olyas valami, amit léleknek nevezhetünk. It will be my task to make you realize that it does. Az én feladatom mondjuk legyen az, hogy megpróbáljam elérni, hogy ráeszméljetek, hogy igenis létezik ez a dolog. Now, let's contemplate for a second. When a person dies, what goes out which makes your body dead? Most egy pillanatra elmélkedjünk azon, hogy ha meghal egy személy, mi az, ami elhagyja a testet, ami által a test halottként viselkedik. Something does go out. Everybody agrees on that, but what? Nobody knows. Valami elmegy, ebben mindenki egyetért, de nem nagyon tudják az emberek, hogy mi az, ami eltávozik. And when a child is conceived, with the a small drop of semen, something enters with the semen which makes the semen convert into a fetus. Amikor a fogantatás pillanatában ez a sejt létrejön, amiből később az embrió fejlődik ki, akkor pedig belép valami. Mi az, ami belép? As I was telling you, there are two elements of this universe. One is the physical element with 5 elements, which I explained, the physical part with 5 elements. There's another element. Két alkotó elem van a világegyetemben, ahogy korábban is mondtam. Egyik a fizikai alkotó, ami 5 elemből áll össze. The another element is the element of consciousness, which provides consciousness to all living beings. A másik alkotó pedig a tudat, ami minden létező lénynek a tudatát alkotja. If we are conscious and this table is not, there is some reason behind it. Hogyha mi tudatosak vagyunk, ez az asztal pedig nem tudatos, akkor annak kell, hogy legyen valami oka. How the consciousness enters into the body and which converts a fetus and then a child and subsequently we grow, and how it goes out of our body when we die, I think if we contemplate little bit, we will find there's something which enters and something which goes out which makes it happen. Hogyha azon a folyamaton gondolkodunk, ahogy egy test vagy ahogy egy sejt által létrejön az élet, ami kifejlődik, és az élet végén pedig meghal, akkor arra a feltételezésre jutunk, hogy van valami, ami ezt a folyamatot irányítja. As I also mentioned before, that everything physical which exists in this world is
subject to change and decay. Ahogy ezt korábban megállapítottuk, minden, ami fizikai létező, az az átalakulásnak és az elmúlásnak van kitéve. So if this body is constant, if Gauri Shankar is Gauri Shankar throughout his life, despite reconstitution of this body, there has to be some constant which keeps it like this. Hogyha Gauri Shankar ugyanaz az állandó újra alakulás, újra teremtődés mellett is, ma kell, hogy legyen valami, ami ebbe a folyamatban állandó. You see this building, we see this building, we admire the beauty of architecture. Nézzük ezt az épületet és csodáljuk az építészet. We use the beautiful halls and rooms and bedrooms. Látjuk a szobákat, az előszobát, a... But we never think about the foundation on which it is standing. A nappali szobát, de soha nem gondolunk arra az alapra, amin ez az egész épület áll. And we will never see it, because if we see it, it's not the foundation. Soha nem is fogjuk látni, mert ha az valami, ami látható, akkor ez nem alap. You see a large, huge tree. You see the leaves, you see the branches, the fruits, but you don't see the roots, never on which the tree stands. Látsz egy hatalmas nagy fát, árakkal, levelekkel és sok-sok gyümölcsel, soha nem látod a gyökerét, amin áll, amin alapszik ez a fa. And if you can see the roots, they're no longer roots. Ha látod a gyökereket, akkor azok már nem gyökerek valójában. Similarly is the condition of human soul. Ugyanilyen az emberi lélek állapota. This whole body, mind, intellect, consciousness, everything is supported by that soul, which is invisible, which is insensible. Minden a test, az elme, az intellektus, a tudat, ez a lélek tartja fent, ami nem érzékelhető és nem felfogható. We can't even understand the subtle part of the physical existence, like the space and the sky or the mind. How can we understand things which are totally non-physical and which are constant all the time? Még a saját testünknek a finom fizikai részeit se tudjuk igazából megérteni. Hogyan érthetnénk meg valami olyat egyáltalán, ami még csak nem is fizikai létező? Because human senses are not designed that way. The human senses are not competent enough to understand that. Az emberi érzékeket nem erre tervezték, nem erre a funkcióra vannak kialakítva, hogy ezt érzékelni tudjuk. I also gave you the example of deep sleep. A mély alvás példáját is felhozhatjuk példának. In the state of deep sleep, we are dead. We don't know what is around. We don't even know the bed which we are sleeping. Our body doesn't exist. Mi alvás fázisában gyakorlatilag halottak vagyunk. Semmiféle dologról nincs tudatunk, még arról az ágyról sem, amiben fekszünk. Senses and mind don't exist that time. Az érzékek és az elme nem léteznek ebben a pillanatban. But still when we get up, we felt that, oh, we slept, we had a good sleep. How? Who knows that? Who brings that report to you? Mégis, amikor felébredünk, akkor azt mondjuk, ó, milyen mélyen aludtam. Mi az, ami ezt az érzést kelti bennünk, hogy ez a mi alvásunk volt? And who brings you back to life? Because you are dead in a deep sleep, practically dead. Ki az, aki visszahoz téged az életbe? Gyakorlatilag halott vagy ebben az állapotban. It is the soul which brings you back that report. It is the soul which keeps you alive during that state. A lélek az, ami visszahoz téged ebbe az állapotba, és a lélek az, ami ezt a jelentést küldi neked, hogy ez is a te részed. You see, modern science will never be able to understand this, because it is not physical. It cannot be experimented, it cannot be seen, it cannot be smelled,
It cannot be captured by any one of our senses. A modern tudomány soha nem fogja ezt igazából a magáévá tenni, mert ez nem felfogható, nem megérinthető, nem megízlelhető. Az öt érzékünk által ez nem befogadható. But that is the quality of soul. That is how it is constant all the time. And it exists all the time, eternally, without depreciation and decay. De ez a léleknek az állapota, ebben az állapotban létezik, változás és elmúlás nélkül. Sustaining everything which we have in the human body. As soon as the soul goes out, everything collapses. And you die. Fenntart minden folyamatot a testünkben, de amikor a lélek elhagyja a testet, akkor azonnal minden összeomlik és meghalunk. Like you take the foundation away of this building, it will collapse. Ugyanúgy, ahogy ha most kihúznánk ez alól, az épület alól az alapot, akkor összeomlana. And that is what has been explained in Bhagavad Gita. Ez az, amit a Bhagavad Gita elmagyaráz nekünk. It says that like we throw away the old clothes when the clothes are torn, we throw them away and put on the new clothes. Azt mondja, hogy ahogyan az elhasznált ruháinkat levetjük magunkról, és újakat húzunk fel helyette. When our body becomes weak and torn, the human soul throws the body away and takes a new body. Amikor a test el van használva és már gyönge, akkor a lélek egy új testet hoz magának elő. Because body is part of the physical existence and therefore it decays, it depreciates, it dies, not the soul, which is sat. A test a fizikai világnak a része, ezért ki van téve a változásnak és az elmúlásnak, nem úgy, ahogy a lélek, ami sat. This is also said that the soul is beyond any destruction. It cannot be created, it cannot be destroyed. It was yesterday, it is today, and it will remain tomorrow. It is infinite in existence. Azt is mondja, hogy a lélek végtelen a létezésében, nem lehet teremteni, nem lehet elpusztítani, mindig is létezett és mindig is létezni fog. It takes a body which is a host for the soul, like we construct a house and we live in the house. House is our host, we live in the house. Fog egy testet magának, ami olyan, mint egy vendéglátója a léleknek egy időre, ugyanúgy, ahogy építünk magunknak egy házat. Same way, the soul takes the body as a host. It lives inside the body. Ugyanígy fogadja el házigazdájának a testet, a lélek. But there's a great difference between the two. Van egy nagy különbség mégis a kettő között, ahogy a fizikai házunkat építjük, vagy ahogy a testet elfogadjuk. The house will still exist even if we leave the house and live somewhere else. But as soon as the soul leaves the body will not exist anymore. A ház az ház marad akkor is, hogyha elköltözünk belőle, viszont a lélek, ha eltávozik a testből, a test megszűnik létezni. So this is how in brief, I think I have taken longer than I should have. This is how in brief the body, mind and soul is. There are many aspects attached to this. We can go into greater detail maybe next time. But I'll be happy to answer any questions if you have at this moment. Röviden a test, az elme és a lélek így alkotnak bennünket. Lehetne még nagyon sokat erről beszélni, talán már eddig is többet beszéltem, mint kellett volna. Nagyon szívesen válaszolnék kérdésekre. If the soul is getting weaker, how can the soul create a new body?
soul never gets weaker. It is constant. It never changes. A lélek az nem gyengül el. A lélek állandó, soha nem változik. A lélek és a tudat közötti összefüggés vagy azonosság. Can you speak a little bit about the connection between soul and consciousness, or the identity of soul and consciousness? I think this is important. Let me go briefly into another aspect of the human body. Azt mondom, hogy ez egy fontos dolog, akkor egy picit menjünk bele még egy aspektusába az emberi testnek. Soul is the foundation of entire consciousness and entire system of the human body, but there is another element called prana, which actually is the source of consciousness in the body. A lélek az alapja a testnek, de van még közöttük egy olyan alkotóelem, amit pránának hívnak, ami a fizikai testnek a létrehívója. The prana is like energy which exists in our body. Prana az energia, ami a testünkben létezik. And it comes from the cosmic energy directly into our body. A kozmikus energiából közvetlenül a testünkbe lép. Prana is like breathing in simple words. It's not breathing itself, but it's something like breathing. Nagyon leegyszerűsítve dolgot, a prana olyan, mint a lélegzés. A prana nem maga a lélegzés, de mondjuk ezt egy példának elfogadhatjuk. According to Vedic writings, the prana exists again in five parts in the human body. A megint csak a védákra hivatkozva, a prána ötféleképpen létezik az emberi testben. The first part is the main prana, which we inhale and exhale, which we feel every time. It exists in the face and this part of the body, the senses, main part of the senses. Fő alkotó, ami a, mondhatjuk, hogy a kilégzés és a belégzés által lép be és ki a testünkből, és itt az arc üreg környékén létezik az emberi testben. It connects us to the universe. Keeps us connected all the time. Ez tart minket kapcsolatban a világegyetemmel folyamatosan. Then there is a second prana called Udan prana. Azután jön Udan prana. This exists in the lower part of the body, in abdomen, below abdomen. A testünk alacsonyabb régiójában, a has fal környékén létezik ez. It enables you to evacuate the waste from the body. Ez segít abban, hogy eltávolítsd a salakanyagot a szervezetből. Also keeps your sexual organs active. A nemi szerveket is ezt tartja aktívan, ez a prana. Between the two there is another prana called saman prana, which exists in this part of the body. Kettő között van a saman prana, ami a kettő közötti régióban létezik a testben. It enables you to take the food in. The food you take in, it goes inside with that prana, and it keeps your digestive fire alive. Ez segíti az élelem bevitelét, és ez tartja működésben az emésztőrendszert. This inanimate food we eat, it converts into animate body parts because of that prana. Az élelem, amit magunkba viszünk, ez jól meghatározott alkotóivá válik a saját testünknek. You eat wheat and you eat cereals, how they become conscious in the body? Búzát, it's because of that prana. Gabonát, hogyan válik ez a testednek a sejtjeivé, pontosan ez a, ennek a pránának a működése. Then there's a fourth variety of prana called Vyan prana. Van egy negyedik változata a pránának, amit Vyan prana-nak hívunk. When we breathe in and breathe out, this prana actually originates from your heart. Belégzéskor és kilégzéskor ez a prana a szívből ered. According to the Vedic writings, there are 7.2 million or 72 lakhs.
72 lakhs, 7.2 million arteries and nerves, or whatever you call them, nadi, the Sanskrit word is nadi, they originate from the heart. First 100 originate from here, 101 actually, and each 100 gets divided into 72,000 separately and then further down. So there is a total of 7.2 million nadis which originate from the heart, and this prana travels through those nadis into each and every particle of the human body. Nadi. Van egy ilyen hálózat a testben, ami 7,2 millió ilyen hálócskával alakul, ez mind a szívből indul, 101 ilyen induló ága van ennek, és mindegyik 72 ezer további ágra vonik. This Vyan Prana originates here in the heart, travels into the main 100 arteries from the heart, and then from each 100 there are lots of arteries which goes out, and it goes into each and every particle. A Vyan Prana szívből ered, és ezeken a csatornákon keresztül jut el, ezen a 101 csatornán, és így tovább jut el az összes sejtjéhez, az összes apró részéhez a testednek. So it keeps every particle, every cell of the body conscious. Ez tartja fent a tudatot minden egyes sejtben. You know, there are times when you feel numbness in some part of the body. Vannak olyan pillanatok, amikor úgy érzed, hogy elzsipad egy valamelyik része a testednek. It happens because that prana originating from the heart is not able to reach in sufficient quantity to that part of the body. Ez akkor történik meg, amikor ez a fajta prána nem tud eljutni megfelelő mennyiségben arra a részére a testednek. So these are the four pranas which are the source of consciousness or regulating the human body through the cosmic energy. A kozmikus energia által ez a négy prána a forrása a tudatnak, és ez működteti a testet. Then there is a fifth prana which is called Udan prana. Az ötödik pránát úgy hívjuk, hogy Udan prana. Now this is prana which is connected through one particular artery from the heart to the center of the brain. Ez egy bizonyos ütőjéhez kapcsolódik a szívben, és az agy központjához vezet. And when we actually die, this prana, Udan prana, takes the soul and subtle part of our mind and senses out from the body and takes it away. Amikor meghalunk, pontosan ez a prána az, ami elviszi a lelket és az elmét a testből. So that takes away entire consciousness from you. Ez teljesen elviszi ekkora tudatot belőled. So this is the source of consciousness in the body, prana. But prana cannot exist without soul again. The soul is the basis for everything. Tehát ez a ezen keresztül ered a tudat a lélekből, de ez csak a prana keresztül lehetséges. If the mind can travel in time, when you leave body and you move into another body, how can you be conscious of things that happened in a previous lifetime? I think those are there are variety of writings on that issue, but sokféle írás beszél ilyesmiről.
But as I mentioned to you, at the time of death, the soul leaves the body from Udan Pran, and it takes away with it the subtle part of your mind and subtle part of your senses. Ahogy említettem korábban, ezt nem is jól fordítottam, úgyhogy jó, hogy ezt megismételjük. Tehát ahogy említettem korábban, amikor az Udan Pran által eltávozik a lélek a testből, akkor nem csak a lélek távozik el, hanem a finom lényege az elmének és az intellektusnak is eltávozik ezzel együtt. And when the soul enters the new body, that mind and the subtle part of mind and senses enter that body as well. Amikor újra születik egy új testbe lépve a lélek, akkor az elmének és az érzékeknek ez a finomabb része, ez szintén belép a következő testbe. The parallel given in the Vedic writings for this is that they travel with the soul as the fragrance travels with the air. A világban erre olyan példát hoznak, hogy ezek a létezők, ezek úgy utaznak a lélekkel, ahogyan az illat repül a levegőben. So when the soul enters the new body, maybe sometime as we call in the modern computer language, the formatting was not complete and therefore there are some things which still remain there. Ahogy belép a lélek az új testbe, és ezek a létezők, ahogy belépnek az új testbe, mondhatjuk egy ilyen komputeres hasonlattal, hogy nem volt elég jól megformázva, tehát bizonyos dolgok megmaradnak a korábbi létből. Maybe somebody else. Your Excellency, I have a question about your opinion on the concept of the destiny. What do you think? Do we have a free will, free choice in life, or everything is determined already by someone or by the creator? Yeah. Ugye én nekem lenne egy kérdésem az elrendeléssel kapcsolatban, mi a kapcsolat, vagyis mi gondol arról, hogy eleve el van-e rendelve mindazok a dolgok, amik meg kell történjenek velünk, vagy pedig van egy szabad akaratunk a történéseknek a megteremtésére. Everything is determined by you. Minden rajtad múlik. And let me explain a little bit why. És egy picit ezt hadd magyaráznom is el. Every action you do, like in science, has its reaction. Minden cselekvés, amit végzel, a tudomány is azt mondja, hogy annak van egy, arra van egy ellenhatás. Some reactions are immediate, some take years, and some take lifetime to mature. Néhány ellenhatás azonnali, néhány ellenhatás időbe kerül, néhány pedig több emberöltőt vesz igénybe. Like if you take poison, immediately impacted you die. Ha beveszed a mérget, a közvetlen hatása az, hogy meghalsz. But if you smoke, it may take 20 years before you die. Ha csak dohányzol, akkor kell még 20 év, hogy meghalj. And if you take poor quality of food, it may take 50 years, you know. You will still sustain, but in a poor health. Ha pedig nagyon gyenge táplálékot veszel magadhoz, az lehet, hogy 50 évig is tart, ami ezáltal elromlik. If I abuse you right now, for example. Hogyha én most veled gondolva vagyok. You can abuse me immediately and slap me. Most akkor te nem lehetsz velem azonnal goromban, nem bárhatsz azonnal pofonnal. And you can also feel, oh, this guy is, you know, stupid, let's forget about it. And you go away. És azt is gondolhatod, hogy... That she can take a decision that, you know, this guy is stupid, so I don't care, let me go away. És hozhat egy olyan döntést is, hogy hát ez egy bolond, ezzel nem foglalkozom egyáltalán. Or you might decide that, okay, let me take the revenge at an appropriate time in future.
Vagy úgy is dönthetsz, oké, akkor mikor eljön az ideje, akkor visszavágod. So your reaction to an action could be in variety of forms and over a different period of time. A te reakciód az én cselekedeteimre az lehet azonnali, vagy pedig lehet az időben másként is elhelyezkedhet. So the actions you do perform, they may have immediate result, they may not have immediate result. A cselekvés, amit végzünk, annak lehet, vagy nem feltétlenül kell, hogy legyen azonnali hatása. And some of the actions which do not bear fruit in your lifetime, they remain as accumulated action, and their seed fructifies in your next lifetime. Néhány cselekvés, ami nem hordja ki a gyümölcsét ebben az életben, egy ilyen csíra formájában, egy következő életben viszel tovább. So that fructification of food in the fruit in the next lifetime is considered like destiny by us, but it is based on our own actions, past actions. Ez az eredmény, ez a korábbi cselekedeteinknek a további eredménye, ezt hívjuk mi elrendelt sorsnak. So, today if we presume that we are taking the result of the past actions, tomorrow will be the result of the actions we are doing today. Tegyük fel, hogy most a múltbeli cselekedeteinknek az eredményeit aratjuk. Ez azt is jelenti, hogy a mostani cselekedeteink a jövőben fognak megnyilvánulni. So everything depends on you and your actions, your present and your future. Minden rajtad múlik, a cselekedeteiden, a jeleneden és azon, hogy a jövőhöz hogy állsz hozzá. But there are some elements I don't want to go because it's a different subject. This is thing called collective movement of time. Vannak olyan elemek is ebben a folyamatban, amit úgy hívunk. Collective movement of time. Ami az idő kollektív mozgását jelenti. In Sanskrit the word is called jagat. A Sanskritben így hívják. Jagati, the movement, it flows, the time flows, the world changes with flow of time. Az a folyamat, ami által a világ változásban van. Like when the spring comes, you see the fruits on the trees. Why do they come only in spring? Amikor kitavaszodik, azután elkezdenek megjelenni a gyümölcsök. Miért csak ebben az időszakban jelentkeznek? Why don't they come in autumn? Why? Miért nem ősszel jönnek? This is providence. This is the law of nature. Így van elrendelve ez a természet törvénye. So the certain activities of the nature, the collective movement of time, which is given by nature, affects us. And our actions and our results. Ez a fajta kollektív mozgása az időnek, de ránk is hatással van arra, hogy a mi életünk hogyan alakul. Give you a practical example. There were islands in the past who were considered as prisons, you see. People who were criminals used to be sent to those islands that they will die. Például felhozhatunk, voltak olyan szigetek a történelemben, amit börtönnek használtak. Olyan embereket küldtek oda élni, akiket a társadalom kivetett magából. And with change of time, those islands have become the most exotic resorts of time today. People want to go there. Az idő előre haladtával ezek a szigetek a legkedveltebb helyekké váltak, olyan területekké, ahova mindenki el akar jutni. So this is a different subject, I don't want to go into detail. The fact is that the collective movement of time does affect your actions and the results you get out of it. Ez egy teljesen más terület, amiről megint nagyon sokat lehetne beszélni, de röviden ennyi az én válaszom, hogy az időnek a kollektív mozgása az befolyásolja a te cselekedeteidet és annak eredményeit is. Do the problems of the body have an effect on the soul? No, soul is not affected by anything. A lelket semmi nem befolyásolja. In fact, in Bhagavad Gita they have very clearly mentioned
egészen pontosan a Bhagavad Gita az nagyon nyilvánvalóan ír erről. That no weapon can destroy it. Egyetlen fegyver sem pusztíthatja el. Air cannot dry it. A szél nem száríthatja ki. Fire cannot burn it. A tűz nem égetheti meg. Nothing can affect it. Semmi nem befolyásolhatja. The soul is a practically like a witness in the body. Like a witness in the body. A lélek az vehetjük úgy is, mint egy megfigyelőt a testben. Everything else revolves around it, but it remains unaffected. Minden más körülötte forog, de ő maga érintetlen marad, befolyásolatlan. Mai témánk függvényében azt szeretném megkérdezni, hogy a megvilágosodás az a mai témánkhoz hogy kapcsolódik, hogy melyik részük világosodik meg és hogyan? How is illumination connected to our today's subject? How do we get illumination and which part, in which part we get illumination? I didn't understand. Illumination means the, in, you mean the... Enlightenment. You see, enlightenment it actually comes from the human soul. A megvilágosodás az az emberi lélekből ered. But the human mind plays a very important role in that process. De az emberi elmének nagyon fontos szerepe van ebben a folyamatban. First, you have to stabilize the mind from the violent movements it has. Először is stabilizálni kell az elmét abból a vad mozgásból, folyamból, amiben benne van. Mind is like a mirror. Az elme olyan, mint egy tükör. You can see your entire life into mind even now. You think, go back in time. And you can analyze each and every action from your childhood till today in your mind. It is all recorded there, it's a mirror. Végig kísérheted az egész életedet az elmédben, azt mondhatod, okay, nézzük vissza a gyerekkoromig, és elemezhetsz minden eseményt, ami megtörtént. So if you are able to stabilize this mind, it becomes clean. There's no dust on it. Ha képes vagy meg stabilizálni ezt az elmét, akkor ez teljesen tiszta, nincsen rajta semmiféle szennyeződés. If you have dust on the mirror, you cannot see your image clearly. Ha egy tükör koszos, be van szennyezve, akkor nem fogod a saját képedet tisztán látni benne. And once you are able to remove that dust, you clean your mind, then you can see your own self clearly. Hogyha el tudod ezt a szennyeződést távolítani a tükörről, vagy jelen esetben a saját elméről, akkor önmagadat nagyon tisztán tudod látni. And self is not body, self is your soul. Az én az nem a testet jelenti, hanem az én a lelket jelenti. And through that you start feeling the state of your soul and slowly you move in a totally different direction called enlightenment. Ezen keresztül egyre jobban és jobban látod a lelkedet, a lelkednek az állapotát, és ebben a folyamatban egy ilyen megvilágosodásnak nevezett állapot felé haladsz. In that state, the instability of your body and senses do not affect you. They are like asat, you know, you don't care, the sat remains constant. Ebben a helyzetben, ebben az állapotban a testnek és a lényed többi részének az instabilitása, a mozgása többet nem befolyásol téged. Ez a sat, amiben lehorgonyzol. Minden egyes testnek külön lelke van, vagy egy lélek van, vagy egy léleknek lehetett több. Every body has
one soul, or there is only one soul for all the bodies, or one soul can have more bodies? There are only individual souls. Everybody has one soul, but there is an almighty which is the super soul. There is only one case when a woman is pregnant, she has two souls in her body. That is herself and that of child. Minden lélek, minden testhez egy lélek kapcsolódik, ugyanakkor van egy egyetlen lélek is, ami a mindenható, de az emberek esetében az egyetlen eset, amikor egy testben két lélek van, ez egy terhes asszonynak a teste. And that is why she gets strange feelings during that period. Ez az, amiért ez alatt az időszak alatt lehetnek furcsa érzései. Particularly in the early part of the pregnancy, when the fetus is not fully developed. Once the fetus is developed, that other soul gets into the fetus properly. Tehát különösen abban a szakaszban, amikor ez a magzat még nem fejlődött ki eléggé, amikor a magzat már teljesen kifejlődött, akkor az egy önálló lélekkel rendelkezik. Én csak azt szeretném kérdezni, hogy ha valaki megjárja a klinikai halál állapotában a teremtő színe előtt, akkor ugyanaz a lélek jön-e vissza, vagy esetleg elkeveredhet innen a szépenben a lélek. So, when someone passes through the state of clinical death and appears before the Almighty, is it the same soul that is coming back? There's no clinical death in the real world. It's only in the medical world. A valódi világban nincs olyan, hogy klinikai halál, ez csak az orvosok világában létező fogalom. It's only medical doctors are not able to tell you that the person is still alive or dead. Ez éppen csak annyi, hogy az orvosok nem tudják pontosan megmondani, hogy az ember még életben van, vagy már halott. But his messengers know very clearly. De az ő üzenet közvetítője, azok egész pontosan tudják ezt. 24 percig kibejárkáltam a testemből. She was coming in and out of her body for 24 minutes. She saw the doctors. Kórházban voltam, akkor történt. She was in the hospital. You see, you cannot, the soul doesn't come out of body, it just comes out and then stays out, it doesn't go back. That is something, maybe there is some, you know, your feelings, maybe there is some instability, something in between, but once it has come out, it doesn't go back. A lélek az nem jár ki be a testből, hanem itt valószínűleg inkább az érzések azok, amiknek a játékát megfigyelhetjük, a szó, hogy a lélek, ha eltávozik, az nem jön vissza. Betegség okozta a lélek változtatását. A betegség, amit ő mond, valószínűleg a betegség okozta, hogy ő azt gondolta, hogy az élet kimentésnek. Probably the disease caused for her these feelings of... Yeah, it's possible. It's possible it could have something to do with the disease, it could have something to do with instability of mind, it could have something to do with, you know, instability in some part of the body. Kapcsolódhat az elmének az állapotaihoz, vagy a testnek az instabilitásához. Röngyen vizsgálathoz kaptam a kontrasztanulót, és azt váltottak. Egy ilyen allergiás folyamat. There are examples in Indian writings where the dead people are made alive by some superpowers. Vannak példázatok az indiai írásokban, amikor a halott ember életre kelhet bizonyos felső erő által. That is a different state altogether. Az egy teljesen másik állapot, egészen más dologról van ott szó. Azt szeretném kérdezni, hogy miért jöttünk el a szuperszólótól, Almighty-tól, vagy ő
Why are we separated from the Almighty? This is what is called in Sanskrit, they call it lila. Ezt a Sanskrit úgy hívja ezt a jelenséget, hogy lila. The Guru decided one day that let me create a world. Isten egy nap úgy döntött, hogy most hadd teremtsek egy világot. And he created this world for us. És megteremtette nekünk ezt a világot. And we are living in the world. So he created all this creation is part of his decision that okay, let me create this world. Most pedig ebben a világban élünk, minden ennek a döntésnek az eredménye, hogy ebben ez a világ létrejött és ebben élünk. And there are very very profound laws of running this world. És nagyon-nagyon jól megfogható törvények azok, amik irányítják ezt a világot. Két kérdésem. I tell it in Hungarian, yeah. Probably két kérdésem lenne. Az egyik, hogy az állatoknak is van-e lelkük, és a másik, hogy mitől függ, hogy ha van, akkor hogy egy lélekot most milyen élőlénybe kerül, illetve mindig bekerül-e valamelyik élőlénybe halál után a lélek. Hogy Should I tell it in English? Of course. Okay. So three questions. The one that do animals have also soul or not? The second is what is it depending on if a soul, if the animals have a soul, goes to an animal or a human? And the third question is are souls always materialized or is there a situation when they don't go into a body? Okay, now as per the Vedic writing there are 8.4 million variety of living entities in this world. A Véda írásai szerint 8,5 millió létezési forma van ebben a világban. And all those 8.4 million varieties, starting from insect to bird to animal to serpent to water animals to human, they all have soul. Ez a 8,4 millió létezési forma, ezeknek mindegyiknek van lelke, a rovartól a madarakon keresztül egészen az emlős állatokig az emberig. Soul is like a constant, like a stone in this building. You can use it for this building, you can use it for a palace, or you can use it for a toilet, or you can use it for a factory. A lélek az egy állandó dolog. Az olyan, mint az építőanyag ebbe az épületbe. Tudsz belőle építeni egy falat, vagy egy vécéülőkét, vagy bármit. It's a constant. It is neutral to gender, it is neutral to the quality of animal, it is neutral to everything else. Állandó, ez nem rendelkezik nemiséggel, tehát ez nemtelen, és a minőség nem változóak a minőségei. The only quality it has is that it sustains you as a living entity. Az egyetlen minősége az, hogy ember, hogy létező lényként életben tart. And second, is the soul always materialize itself? Yes, the soul can remain in without body also. And in fact, most of the time, soul remains without body. Tehát a kérdés az, hogy mindig megtestesül-e a lélek. Nem, a lélek az létezhet test nélkül is. Between our birth now, when we die, and the next birth of the same soul, hundreds of years may pass between the two. A mostani létünk és a következő születésünk között akár több száz év is eltelhet. But it can also happen immediately. De nagyon gyorsan is ez megtörténhet. The soul, I think there are variety of factors when the soul should take rebirth, which is I myself not fully aware, but there is a complex theory goes on that. Tehát vannak emögött is törvények, amik működtetik, hogy milyen módon születik újjá. Én ezeknek nem vagyok tudatában, de ez erők irányítják ezt a folyamatot.
You see, the time for us, say 100 years is in, we think it's a big time. In the context of the universe, 100 years nothing. We are talking about one day of the creator in Vedic writing, one day of Brahma, it's 4.32 billion years, one day. Számunkra a 300 év az nagyon sok, és 100 év is egy olyan, amit nagyon nehezen tudunk átfogni, de hogyha a teremtőnek egy napját nézzük, az olyan, mint 4 milliárd év. And we also know that there are so many stars in the universe whose light takes a billion years to come to the earth. Sok olyan égitest van a világegyetemben, aminek a fénye, hogy a Földre elérjen, az egy milliárd év. So the time span in the universe is very different than our time span. A világegyetemnek az idő ciklusa, vagy az idő mércéje az nagyon eltér a mi. It's like an insect which survives for a few hours. He feels that human body is interminable, 100 years. Egy ilyen rovar, ami csak egy pár percig él, az azt gondolhatja, hogy az ember ezzel a nagyon hosszú életével egy elpusztíthatatlan teremtmény. Is the soul the only form of what you call the sat, or is there anything else which is also sat? Hogy a lélek az egyetlen formája a satnak, vagy a satnak vannak más formái. The soul, it is called atma in Sanskrit. Paramatma is the super, you know, the almighty. Lélek, vagyis az Atman és a Paramatman, tehát az egyéni lélek és a mindenható, a szuper lélek, a mindent átfogó lélek, ez a két formája. So these are the only two sat in this universe. Rest is all asat, rest is all maya. Satnak ez az egyetlen két formája van ebben a világegyetemben. A többi az mind maya. Rest is transitory, they come and go, they decay, they change every second. A többi az átmeneti, olyan, ami jön és megy. Okay, last. Utolsó. Az embereknek és az állatoknak ugyanolyan lelkünk van. Milyen tiszteletre méltóbbak az emberek? Egyáltalán tiszteletre méltóbbak. Yeah. Man and animal have the same soul. So why are humans more respectable than animals, or are they more respectable than animals? No, no, we feel that we are more respectable. Everybody has the same soul, all living entities have the same soul. Minden létezőnek ugyanaz a lelke van. But human mind is more developed than the rest of the other species of life. Annyi igaz ebből, hogy az emberi elme az fejlettebb, mint más fajoknak a. So we can be very cunning and dishonest, but we can also be very learned and great people. Nagyon nagy csalók és nagyon elferdültek is lehetünk, de ugyanakkor nagyon nagyszerű, kiművelt emberek is lehetünk. An animal cannot discuss these issues which we are discussing. They cannot understand this. But we can. Az állatok nem tudnak megbeszélni ilyen dolgokat, mint amikről mi most mi beszélünk.